Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt a Dream Jobs legújabb videója. Én Bártfői Krisztián vagyok, és ebben a sorozatban megpróbálunk egy kicsit segíteni azoknak az álláskeresőknek, akik vagy újak az álláspiacon, akár pályakezdők, akár más okból, például hosszú ide után váltanának munkát, és pár olyan mítoszt, félelmet és egyéb dolgot próbálunk itt eloszlatni ebben a sorozatban, amik így egy kicsit szorongást okozhatnának az újonnan érkezőknek, vagy a visszatérőknek. És az első videóban, mint egy korábbi HRS, el fogom nektek mesélni azt is, hogy hogy néz ki egy állásinterjú, mire készüljetek, hogyan e, próbál egy HRS belületek a legtöbb és legérdekesebb információt kiszedni, legalábbis olyan, hogy ahogy én csináltam, amikor még gyakoroltam a HRS részét a dolgoknak. Közel hat évet foglalkoztam avval, hogy különböző tobarzási projektekben vettem részt, szóval pár száz interjút meg tettem életemben az asztal mindkét oldalán, hiszen én is kerestem azért párszor munkát, szóval van egy kis tapasztalatom, akár az asztalnak ezen az oldalán, akár a másik oldalon is. Szóval megmutatom, hogy az én módszerem hogy működött, hogy egy kicsit eloszlassam azokat a félelmeket, amik ebben kapcsolatban bennetek vannak. Kezdjünk is bele! Itt fontos megjegyezni azt, hogy ez egy első körös interjú, amit be fogok nektek mutatni, ami egy recruiter és az alany között zajlik. A kiválasztási folyamat Elején nem annyira szakmai, inkább személyes és egyéb tulajdonságokra vagyunk ilyenkor kíváncsiak, hogy tényleg a legjobb jelölteket válasszuk ki. De hát mi is az első lépés, ez a Covid-válság előtt lettentően egyszerű volt, ugye ez a lazú rész, bár ugye a Covid-os interjúknál is ugyanezt csináljuk csak virtuális térben. Mit is értek ezek alatt? Ugye megérkezzel egy interjú szituációban, hát rettentően nem normális helyzet, kicsit a komfortzónán kívül is van, ideges vagy, mindenféle bajod van, szorongsz a legjobb esetben. A legjobb esetben meg nem, de akkor a kevesek közé tartozol. Szóval megpróbáltam egy olyan környezetet kialakítani mindig ezekben az esetekben, ami barátságos és megnyugtatja az interjú alanyt, szóval előkészítettem egy kis rákcsát az asztalra, akár egy akár bármi ilyesmit, hogy legyen egy kis való egy vizet, esetleg egy üdítőt attól függően, hogy milyen ö, cégnél volt a projekt éppen, és ö, ilyenkor pár trükköt próbál a HRS bevetni, hogy tényleg megnyugodj és megnyíjsz számára. mindenki ismeri talán ezt a, a klisés kérdést, hogy hogyan jöttél ma ide, vagy milyen volt az út, vagy könnyen ide találtál? Ugye ez a szuper klisés válasz. Én azért ennél egy picit ö, szerettem személyesebbé venni ezeket a dolgokat. Még pedig úgy, hogy az interjú gyorsan átfutottam a szívét, és kerestem benne pár olyan érdeklődésű pontot, ami mondjuk felkeltette az érdeklődésemet. Ha esetleg a jelölt pályakezdő volt, és mondjuk ugyanarra az egyetemre járt, mint én, akkor arról beszélgettem vele egy kicsit, vagy esetleg a hobbija valami egén, egész extrém, egész érdekes dolog volt, vagy nem, csak egy sima hobbi volt, akkor is arra kérdeztem rá, hogy kicsit beszéljen, kicsit megnyugodjon, érezze azt, hogy itt nem egy ellenséges környezetben van. Plusz elmondtam mindig azt a mondatot, hogy én egy szövetséges vagyok, hiszen nekem is az a dolgom, hogy munkát találjak neki, és neki is az a dolga, hogy ugye a legjobb jelölteként bemutassa magát, és ő alkalmas erre a pozícióra, őt vegyük föl. A második rész az volt, hogy én mit árulok, akár telefonos, akár személyes vagy online interjú volt mindig még egyszer végigmentem a szóban forgó pozíción, ennek több oka is volt. Egyrészt volt olyan, hogy több pozícióra kerestünk embereket -e, és megfelelő pozícióra jelentkezett a kolléga, vagy pedig előfordulhattak kavaradások, hogy rossz interjúra ült be a személy, hiszen tényleg, amikor egy nagyobb toborzási folyamat zajlik, akár több szálon, akkor egy kicsit nagyon futószallagszerű lehet ezek az interjúk, hiszen napi több tucat interjút is le kell bonyolítani, több szálon is. Szóval előfordulhatnak önök, hogy valaki rossz helyre lett küldve, akár az asszisztens, akár a recepciós által, így legyünk biztosak abban, hogy mindenki a megfelelő helyen van. Másrészt itt ő is feltehette azokat a kérdéseit, amikre nem volt egyszerű a válasz, vagy nem volt egyértelmű a válasz az álláshirdetés alapján, vagy pedig ködös részletek voltak, mert nem fette le az hirdetés ezeket a tényeket. A harmadik rész az a ki is vagy te igazán. Ez az a rész, amikor a legklasszikusabb dolgok történnek az állásinterjún, hiszen ez az, amikor a jelöletet próbáljuk jobban megismerni, megtudni is, hogy ki ő valójában ha a rosszul csinálja a HRS kolléga, akkor úgy tűnhet, hogy ez egy vallatás és egy FBI kihallgató szobában vagy, és megpróbálnak tőled minél több információt kihúzni. Én jobban szerettem azt, hogy ezt is egy kétolgalú beszélgetésként bonyolítsuk le, természetesen az az itt pozícióhoz és a jelölthöz igazítva, volt, akivel nehezebb volt, volt, akivel könnyebb volt beszélgetés kedveményezni, de tényleg a beszélgetésem volt a hangsúly. A pályakezdőknél ilyenkor mindig megkeresztem a tanulmányaiból lévő kérdéseket, hogy hogy érezte magát az egyetemen, miért pont ezt a szakot választotta, miből írta a szakdolgozatát, és miért, mi volt az, ami érdekelte, miért választotta tényleg ezt a szakot, és hogy érezte magát például a különböző munkafolyamatokban, ami egy nagyon fontos információ lehet tényleg a a cég számára, milyen élmény volt számára csapatban dolgozni? Mi volt az, ami nem tetszett a csapatmunkában? Milyek voltak a, a klasszikus kérdésben az erősségei? Ha pedig már volt korábbi munkatapasztalat, akkor például arról kérdeztem, hogy milyen volt egy átlagos munkanapja, mi voltak a fő feladatai, mi az, ami, amit szeretett abban, mi az, amit nem, miért szeretne váltani, miért érzi azt, hogy ez a pozíció számára az alkalmas, és így tényleg megpróbáltam egy kicsit beszéltetni arról, hogy hogy miért is akar ő váltani, hiszen ez egy fontos információforrás lehet a cég számára, hiszen így megtudhatjuk azt, hogy hogy csak a munkahelyel volt probléma, vagy esetleg ő, ő, ő nem volt megfelelő arra a pozícióra, és hogy megfelelő-e arra a pozícióra, amire mi keresünk embert. A negyedik rész volt a Do You Speak? Ugye a klasszikus angol teszt, amit ugye a legtöbb modern pozícióhoz elkerülhetetlen, főleg egy bizonyos szinten, hiszen gyakorlatilag ugye rettentő sok multinacionális vállalat van az országban, akik keresnek mindenféle pozíció embert. Ez így egy nagyon egyszerű kis angol tesztet takart, attól függően, hogy milyen szintet várt el tényleg a partner cég. Egy nagyon egyszerű kis beszélgetés kezdeményeztem mindig általában pár kérdéssel, akár a hobbiáról, mert úgy gondoltam, hogy egy hobbiról könnyebb beszélni először, és akkor jobban bele rázódik az angolba, és akkor utána mehetünk egy kicsit tényleg mondjuk a pozíció irányába, hogy meséljen picit korábbi munkatapasztalatairól, meséljen az egyetemről, attól függően, hogy az előző szakaszokban miről beszéltünk, és miről nem. Az volt a lényege, hogy tényleg azt lássam, hogy mennyire van rendben az angol. Szóval nem ilyen sablon kérdéseket vártam tényleg, hogy kutyákat, szeretce vagy macskákat, hanem tényleg beszélgessünk, hogy egy hétköznapi szituációban hogy működik az angolja. Amiben azt néztem, hogy tényleg milyen a folytonossága, milyen a szókincse, nagyon pici nyelvtannal, ugye, hát, ugye tudjuk, hogy nem mindenki beszél folyékony nyelvtannal angolul, de azért megérteti magát. Persze az nem egy tárgyalóképes szint, de egy társalgási színnek, például elmehetett, és hogy való szituációban meg tud-e szólalni angolul. Ezen kívül ebben a szakaszban gyakran előfordult, hogy másfajta teszteket is meg kellett csináltatni a jelöltel, hiszen voltak olyan partner cégek, akik bizonyos teszteket kértek, ez nem feltétlenül nyelvi tesztek voltak, hanem lehetett személyiségteszt, esetleg szakmai kérdéssor, vagy pedig bizonyos pozícióknál monotonitás tűrő teszt, és ezeket is ebben a szakaszban töltettem ki a jelöltel. Az ötödik szakasz volt a ki vagy a munkán kívül. Bizonyos cégek szerettek kicsit jobban belelátni az adott jelölt személyiségébe, így ha szükség volt ebben a szakaszban, bizonyos személyes kérdésekkel próbáltam egy kis plusz információt gyűjteni. Ezekhez főleg az Öneltrajznak a hobbi szekcióját használtam, meg ugye a klasszikus meséje egy kicsit magadról kérdést, amiből kiderült az is, hogy valaki tud jól beszélni esetleg magáról, meg egyéb ilyen ö, szituációkban, vagy nem. Szóval ez egy fontos eszköz volt, még akkor is, hogyha nem minden cég volt rá kíváncsi. De egy kis plusz információt mindig jelentett, akár számomra is, akár a cég számára is hatodik rész végül a lezárás. Ha minden kérdésemmel végeztünk, a jelöltnek még mindig megvolt a lehetősége arra, hogy bármilyen egyéb kérdést föltegyen. Ezekre a lehetőségeim szerint megpróbáltam válaszolni. Bizonyos esetekben erre nem mindig volt lehetőségem, például a fizetéssel kapcsolatban, vagy pedig a pozíció szakmai részleteivel kapcsolatban, amiről az adott cég, az adott partner nem adott tájékoztatás számunkra. Az interjú pedig végül avval végződött, hogy a jelöltnek ránk szánt idejét megköszöntem, elmondtam neki a kiválasztási folyamat további lépcsőit, ha voltak, esetleg egy második körös interjút, annak az időpontját, vagy a visszajelzésre szánt időt, várható időintervallumot, hogy mikor fogja -e megkapni, hogy őt választották-e vagy nem, vagy hogy behívják-e a második körre és hogy az milyen lesz személyes, vagy pedig online, vagy bármi egyéb formában. Ha személyes volt az interjú, akkor pedig kikísértem az irodából, és megköszöntem még egyszer, hogy velem töltötte ezt a pár percet, és tényleg ránk szánta az idejét. És így nézett ki az én interjú folyamatom ebben a hat egyszerű kis lépésben. Nem volt egy nagy vasizdasz, uh, és nem volt egy nagy uh, varázslat, de tényleg remélem, hogy segít eloszlatni azokat a félelmeket, akik például a pályakezdő munkakeresőkben, vagy esetleg az újrakezdőkben megvan. De hát a sorozattal nem állunk meg itt, hiszen folytatjuk a továbbiakban is. A következő videóban, per cikkben arról fogunk nektek mesélni, ugyanígy szakmai tapasztalatból, hogy hogyan is készüljetek föl tematikusan egy interjúra, amikor egy kicsit már komplexebb pozícióról van szó, vagy akár egy konkrét olyan interjúról, ami már nem csak ez az elsőkörös ismerkedés lesz, hanem például egy szakmai interjú. Ez lesz a következő epizódban. Köszönöm, hogy megtekintetted a videót. A következő videóban találkozunk. Addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni. Kövessetek minket a Facebookon, a Dream Dreamjobs team uh, név alatt, az Instagramon, a dreamjob.bs alatt nézzétek meg a legújabb álláshirdetéseinket a weboldalunkon, és iratkozzatok fel a YouTube csatornára a további ilyen kis segítő videókra, hiszen rengeteg mindennel készülünk nektek ebben az évben, és megéri feliratkozni, hiszen tényleg megpróbálunk mindenkinek segíteni abban, hogy megtalálja az álmai munkahelyét. Köszönöm a figyelmet, a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Köszönjük, hogy megnézted a videót! Hagyj egy kommentet, meg egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Ha néznél még egy videót, itt találod a sorozat lejátszási listáját, valamint a legújabb videónk. Kövess minket Facebookon, valamint Instagramon. Minden linket megtalálsz a leírásban.